Vasárnap került megrendezésre az első Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál, ahol közel 800 résztvevő jött el a Vármegye Székhely piac terére, hogy együtt tölthessen kötetlenül egy kis időt, miközben mindenki ízletes kolbászokat készített. Berta Zoltán főszervező, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, az esemény gondolata már régóta dédelgetett vágy volt. 3 éve tervezzük, hogy Szekszárdon is szeretnénk egy nagyszabású közösségépítő rendezvényt, ami a hagyományainkra, a gasztronómiára, a kultúrára épül. Gondolkodtunk főzésbe, pörkölt főzésbe, aztán az valahogy úgy alakult, hogy talán itt ez a november vége még egy holt szezon, az időjárás az ennek való, legyen ez egy nem is kolbász töltő, hiszen a kolbász csak megtöltjük, de mi szeretjük megenni, legyen ez egy sült kolbász fesztivál. Minden résztvevő csapat ingyenesen kapott 10 kg sertés darált húst, 2 kg fehér kenyeret és egy nagy tubus mustárt, valamint egy-egy dedikált helyet, ahol elkészíthette és elfogyaszthatta a végtermékeket. Első alkalommal hagyományteremtő rendezvényként alakult a Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál. Az első rendezvényre már közel 40 csapat jelentkezett, pontosabban 39, és mindenféle számítások alapján közel 600 kg darált húsból készül a mai sült kolbász adag. A rendezvényen több mint 700-an vannak, 16 településről érkeztek a csapatok. A Vármegye Székhely intézményei és a környékbeli települések civil szervezeteinek csapatai mind képviseltették magukat. A hideg idő ellenére kiváló hangulatban telt az esemény, ahol remek kolbászokat töltöttek és sütöttek. A kóstolások megvoltak már, hát a receptünk az olyan titkos, hogy ezt nem árulhatjuk el. Igazából itt a kolbász töltelék úgy állt össze, hogy mindenki hozzátette, amilyen van. Úgyhogy így készültünk el. Több száj is megkóstolta, úgyhogy bízunk benne, hogy nyerő lesz a kolbászunk. A jó hangulathoz hozzájárult a színpadon fellépő decsi hagyományőrző férfi kórus, a bátaszéki székelyunokák tánccsoportja és a bogyiszlói zenekar felemelő közreműködése.